Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Sokkal fontosabb ez a téma annál, hogy egy kicsit ilyen méltatlan időpontban és ilyen kevés fő előtt folytassuk le, de arra azért van lehetőség, hogy aláhúzzunk dolgokat. Nagyon gyorsan változnak a körülmények, amelyekben meg kell ítélnünk ennek a javaslatnak a helyességét vagy helytelenségét Magyarországra nézve. Egy évvel ezelőtt még, amikor először találkoztunk ezzel a javaslattal, akkor például nem volt szó olyan dologról, ami 3 hete kapott publicitást, hogy az Egyesült Államok és Európa egy szabadkereskedelmi övezetet, majd 2 héttel később azt is bejelentették, hogy egy pénzügyi integrációt szeretne létrehozni, és derültékből villámcsapásként jött ez a nyilván egyébként a háttérben már jó előkészített elképzelés, amire napokon belül Európa vezető hatalmai meg is adták az igent, legalábbis szóban. Tehát ez azt jelenti, tisztelt képviselőtársak, hogy bár senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de jó esély van arra, és ez a valószínűsíthető, hogy tőlünk függetlenül, hogy nekünk mi tetszik, meg mi nem tetszik, itt létre fog jönni egy olyan gazdasági, pénzügyi és politikai és katonai központ az USA meg Európa között, amelyik a következő 100 évben meghatározza a világ sorsát. Olyan ereje van. Nincs alternatíva. Nem lesz alternatíva. Ennek a peremén vagyunk mi. Egy olyan peremrészen, ahol ha másik oldalra tekintünk, nem nagyon látunk senkit. Itt nem lesz afrikai, meg közel-keleti, meg közép-ázsiai hatalmi alternatíva. Nincsen. Majd 50 év múlva. De nekünk itt van több mint 2 millió magyar a határokon túl. Nekünk ide köt a kereskedelmünk. Nem nagyon lehet azt mérlegelni, hogy mi mit szeretnénk. Mi azt mérlegelhetjük, hogy mi a kevésbé rossz nekünk, ha szabad így átfogalmazni a kérdést. Milyen választási lehetőségünk van? Vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Nincs más. Exclusi tertii principium. És ha ezt a 2 lehetőséget vizsgáljuk, és racionálisan, nem érzelmileg, nem emocionálisan, hanem racionálisan gondoljuk végig Magyarország helyzetét, akkor a kisebbik rossz, vagy ha szabad így fogalmaznom, a választandó az, hogy menjünk tovább ezen az úton. Már csak azért is, mert ha valaki jól belegondol, hogy itt mi történik most, akkor rájön arra, hogy az ég adta világon semmilyen függetlenségi csorba Magyarország pozícióját azzal, hogyha ezt elfogadjuk, nem történik. Miről van szó, kérem? Arról van szó, hogy a következő 3 vagy 4 évre átmentjünk magunkat egy olyan pozícióba, ahol egy kicsit többet hallunk arról, hogy mi várható. Itt nincs lefutva semmi, kérem. Innen bármikor ki lehet lépni. Mennyit nyerünk mi azzal, hogyha azt mondjuk, hogy mi nem is megyünk oda, minket ez nem is érdekel. Rengeteg időnk van még a további lehetőségeket eldönteni. Tehát nem kell ezt így misztifikálni ennek a döntésnek a jelentőségét. Nagyon fontos természetesen. És nagyon sok mindenre alkalmas. Alkalmas arra, hogy mindenki, aki valami miatt az EU-t akár emocionálisan, akár politikai okok miatt támadni akarja, ennek kapcsán aztán mindent bele lehet adni. Lehet beszélni Kossuth idézetekről, függetlenségről, de most itt nem arról van szó, kérem. Itt arról van szó, hogy a következő 3 évben levesszük-e a fülestot, vagy nem vesszük le. Itt ennyiről van szó. Aki azt mondja, hogy többről van szó, akkor az indokolja meg. Hát olvassák el a törvényt. Nóta benne megjegyzem azt is, hogy amit mondott valamelyik képviselőtársam, hogy a tartalmával kapcsolatban, mert szemérmesen fogalmaztak néhányan, hogy a tartalmával kapcsolatban, hát azért itt lesütött szemmel nyilatkozunk. Hát kérem szépen, elnézést kérek, ha azt a tartalmat mi tudnánk teljesíteni, akkor Magyarország világhatalom volna. Hát miért nem volna az nekünk jó, hogy 1,5%-os, maximum 1,5%-os államháztartási deficitünk van egy évben? Vagy miért nem volna az nekünk jó, hogy 60% alatt van az állam, a GDP arányos államadóság? Hát bár csak úgy volna. Itt nem az a gond, hogy ez nem jó ránk. Itt az a gond, hogy nem fogjuk tudni elérni ezt a szintet, akkor se a belegebedünk.
És más országok se. Tehát megszorító csomagokról itt szó sincsen, kérem szépen. A következő 4 évben senkit semmiben nem szorít meg. Hát hol van leírva megszorítás? Mutassanak rá arra a sorra. Nincs ilyen sor. Majd, hogyha az euró övezethez, mint euró tag csatlakozunk, akkor természetesen mindenfajta szankciók lenne. De hol van még, kérem, az 5-6 év? Mennyi minden fog itt változni még Európa? Meg a világ? Ki lehet zárni magunkat, ha úgy tetszik a buliból? Majd mennek a szomszédországok. Azok majd mennek. Azok majd leveszik az információt. Tehát nagyon szépen kérem, hogy racionálisan próbáljuk ezt a kérdést megközelíteni. Én elhiszem azt, hogy az embernek beleborzong az egész teste, ha ilyen víziói vannak, hogy hú, hát Magyarország most már nem lesz, meg majd mindent Brüsszelből mondanak, mert nem tudom minden, de nincs erről szó, kérem még. Nincs erről szó. Nem ez van leírva, nem ez az előterjesztés. Lesz majd olyan pont, elérhetünk majd olyan pontra, amikor erről dönteni kell, de most nem erről van szó. Úgyhogy én összességében ismétlem, azon az alapon, hogy racionálisan közelítsünk a választható lehetőségekhez, ezen az alapon én azt gondolom, hogy nekünk ez most taktikus, így fogalmazok, taktikus elfogadni, és egy pár évig tovább haladni ezen az úton, mert ezáltal jobban járunk, mint hogyha nem mennénk előre. Köszönöm szépen.